A REL célja nem csak simán az volt, hogy jó hangú méládákat készítsen, hanem ők a világ legjobb mélysugárzóját akarták legyártani. Évtizedeken keresztül folyamatosan csiszolgatták a tudását a referencia modelljeiknek, és a number 32, illetve 31 méládák képviselik ennek a felhalmozott tapasztalatnak és tudásnak a jelenlegi legvégső állomását. Tehát mindez a tudás és tapasztalat, amit valaha a gyártó szerzett, az kamatos túl megtalálható ebben a mély sugárzóban is. Azért mondom azt, hogy is, mert ennél már csak, ennél még létezik egy egyen nagyobb szint, egy egyen nagyobb mélyláda még van a REL kínálatában, a number 32-es. A 31-es dobozának az űrtartalma kb. 30-40 kal kisebb, mint a 32-esnek, tehát azért ez egy szobabarátabb megoldás, ahova túl domináns, túl nagy, túl sok lenne a 32-es oda sokkal könnyebben el lehet helyezni a 31-eseket. Ha neked még teljesen új ez a HIFI plusz méláda témakör, és sok kérdője van a fejedben ezzel kapcsolatban, akkor mindenképpen érdemes megnézni egy korábbi videót, amit belinkeltünk ennek a videónak a leírásába szintén. Korábban csináltunk egy részt, ami kimondottan a jó méláda szerepéről és előnyeiről szóló rész volt. Ott egy-két gyakorlati részletet is megemlítek azzal kapcsolatban, hogy mikor, miért, hogyan érdemes egy HIFI rendszerbe méládat beilleszteni, és hogy ez milyen előnyökkel járhat. Most visszatérünk a 31-esre tekintetében megkapjuk a jól megszokott real arzenált, ami azt jelenti, hogy eldöntheted, hogy, hogy alacsony vagy magas jel információt küldjél rá a mélysugárzóra, mivel ez már egy referenciaosztály, itt a szokásos Herciám mellett még XLR hangbemenet is található, vagy dönthetsz úgy, hogy a high level, tehát magas jel szintű bemenetét használjad, tehát ebben az esetben megkapja a teljes hang szélességet, a komplet zenét megkapja a real Méláda, és abból egy precíz, gyors, intelligens szűrőáramkör segítségével lebontja és mély hangokká konvertálja azt a részt, amit ő a hangszólójával egyébként képes visszaadni. Még említést érdemel egy infravörös távvezérlő, ami egy jó vaskos, masszív darab, kellően high érzetű, sokkal kényelmesebb erről vezérelni a méládát, mint folyamatosan felállni, odarohangálni, megint visszaülni. A hangszorónak a membránja szintiszta szénszából készült, hogyha megnézitek, akkor látható egy fő membrán, és ennek a közepére a porsapkát, az nem egy hagyományos domború porsapka, hanem egy annál jóval nagyobb átmérőjű, szintén szénszálas membránréteg. Azért döntöttek ennek az alkalmazása mellett, hogy strukturálisan még összefüggőbb és merevebb legyen a hangszónak a szerkezete. Ez a gumiperem és a hozzátartozó mágneses motor ezzel a 900 wattos erősítővel együtt igen nagy elmozdulásra képes. Akár 5 centit is mozdulhat a membrán, és ezt nagyon gyorsan teszi, amikor ezek a nagyon gyors és erős mozgások történnek, akkor is fontos, hogy a hangszolónak a felülete az dugattyúszerű, szabályos, mozdulatlan legyen. Mielőtt leültem ide videózni, én is meghallgattam, hogy mit tudom éláda, illetve hogy, hogyan viselkedik ebben a rendszerben. Talán nem árulok el nagy titkot, hogyha azt mondom, hogy ez valóban egy integrálható mély sugárzó? Ez alatt azt értem, hogy megfelelő beállítással nagyon könnyen el lehet azt érni, hogy kvázi láthatatlanná váljon a mély sugárzó, ugyanakkor mégis érezhető legyen az a pozitív hatás, amit gyakorol a rendszerre. Az is kijelenthető, hogy akárhányszor kikapcsoltuk a mély sugárzót és folytattuk a zenét, valami onnantól kezdve. Már hiányzott. Egy jó terméknek, egy jó hifi eszköznek ott mutatkozik meg az előnye, hogy amikor kiveszed a rendszerből, akkor egyszer csak azt veszed, hogy valami hiányzik már, valahogy nem az igazi őzőskép, valami, valami kevés. Itt jelen esetben, ami kevés volt, az nem csak simán a basszus volt. Én abban lepődtem meg főleg, hogy amit leghamarabb éreztem olyan zenéknél, ami nem is kimondottan basszus szentikus zene, tehát ilyen kórus darabok. Ahogy megszólaltak az énekesek, mély sugárzóval, jobban Összeért a két hangfal közötti tér, mint mély sugárzó nélkül. És még egyszer mondom, hogy itt nem a hallható basszus volt, amit tapasztalni lehetett, hanem maga a színpadnak a kiepítettsége. Rengeteg zenét hallgattunk, hanglemezről berippelt, kevésbé jó minőségű darabokat, amik még a 60-as, 70-es évekből származnak, és azoknál is valahogyan, de mindig pozitívan jött ki a number 31-es, ő minden egyes esetben itt bebizonyította, hogy igen, én jó, hogy itt vagyok, és most meg is mutatom, hogy miért jó, hogy itt vagyok. Egy fajta plusz drámát tudott hozzáadni a zenéhez, ami alatt nem az értendő, hogy hangosabbak lettek a mi hangok, hanem valahogy szilárdabbnak és megfoghatóbbnak, kirajzoltabbnak érződtek azok a fizikai részletek, amiknek köze van az ütemekhez, a búgásokhoz, egy énekesnek az orgánumát, azt segített egy kicsit körvonalasabbá, kontrasztosabbá, markánsabbá tenni, de egész apró finom mértékben. Tehát még egyszer mondom, itt nem az volt a fő előrelépés, hogy ordított a rendszer, mert 900 watt erősítő, hatalmas hangszóró, laikusként biztosan sokan arra gondolnak, hogy hát akkor ez majd leüvölti az ember fejét, vagy rázni fogja az ablakokat. Ö, olcsóbb is tudnak ilyen hangosan szólni, ez nem abban több, hanem még egyszer az összefésülhetőségben, ahogy feltűnésmentesen besimul az összképbe. Tehát, hogyha valaki egy ilyen kategóriájú rendszerrel rendelkezik, mint amilyen itt is látható, akkor az a rendszer nagy valószínűséggel megérdemel és meghálál majd egy ilyen kiegészítőt. De hogyha kíváncsi vagy rá személyesen, akkor el tudsz jönni előzetes időpontfoglalással a házi mozi stúdióba, és meg tudod tapasztalni a saját füleddel, a saját bőrödön, hogy mennyit számít valójában egy ilyen kategóriás mélysugárzó. Szobamérettől, zenei stílusoktól, hangfalak méretétől függetlenül sok pozitívummal járhat, tehát egy ilyennek a használata. Arról már nem is beszélve, hogy még ennél is tovább lehetne fokozni a rendszert. Vannak olyan extrémista felhasználók, akik dönthetnek úgy, hogy akkor nem egy, hanem két number 31-est, vagy esetleg hat darab number 31-est visznek haza, három-három darab mélysugárzót egymásra pakolva. Nyilván ez már az Uber maximalisták esetében egy, egy lehetőség, ennek több vonzata is van, többek között anyagi vonzata is, de már egy darabbal is meglepő hatás lehet tapasztalni, ezt te is ki tudod próbálni itt a stúdióban. Ha tetszett ez a videó, és szívesen néznél hasonló jellegű tartalmakat a jövőben, akkor nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornánkra, hogyha kérdésed van mély sugárzókkal, termékekkel kapcsolatban, írjál a komment szekcióban. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő videóban. Jó zenehallgatást és filmnézést kívánok mindenkinek. Sziasztok!